gyerek tulajdonképpen, tehát már általános, meg középiskolában csak kézilabda, de meg a foci volt az, amit iskola válogatott szinten, csak hát az... Ő ajkai vagy? Benszülött, igen. És akkor gondolom a felnőtt létben ott is folytattad az életsportot, vagy annyira? Hát lehet felnőtt, hát kézilabdát. Kapusként ütköttem 68 év, aztán sorozatos sérülések miatt megműsültem, és ez a kettő. De azt ne jön le. És akkor hogyan keveredtél vissza, és mikor? Hogyan keveredtem vissza? Hát ugye nekem a foci az olyan volt, hogy, annak idején gyerekkoromban ott a régi üveggyári pálya, ami most Fekete István iskola, annak a területén volt, közel raktunk, és mikor mondom, még azt, hogy az ember labdát szedhetett, az nagy, nagy öröm volt, és de édesanyám a folyó túlsó partjára mindig kiabált, hogy hívott vissza, hogy most ötünk fel is előttünk. De ez olyan közel raktattal? Hát ott az állomásnál, de már azok az utcák nincsenek. Itt azért mondom, ahol most a Fekete István iskolában van a területre, és itt az üveggyári pálya, hát majdnem az üveggyárnak szembe lehetett oda lemenni. És akkor te mit voltál, mert ugye itt van háromféle ember van körülbelül, minimum ajkán, aki pányász, de aki nem tudom én, ajka, alumínium. Hát én mindig, hát ugye az alumínium, munkaló, tehát onnan a az állomástól nagyapám, a gyarokszunk, ide kijárni. Annó, hát ugye hiányzott, és hát most azt nem tudom pontosan, ez 71 vagy 72-ben készült el az a, tehát nem ezzel a résszel az épület. És akkor leszerelték a akkori tanácsnál az új nagyület hangosban mondott, ugye nem tudom, te ilyesmire emlékszel, nem hiszem. Ugye azok mondták le mindig a híreket, és a villanyoszlopokon voltak a hangszorok, és mindegy. Ezeket leszerelték, és azzal a leszerelt hangosító csöves régi berendezéssel tényleg hangosítással kerültem ide. De ilyen volt valami affinitásod, vagy ez? Vagy ez, hát ez végül is a munkám volt, tehát a szakmában adódóan. Mert hogy? Hát az automatikán dolgoztam, igaz, hogy nem elektromos, hanem tematikus műszerészként, de